Óbecse község képviselőtestületének tanácsnokai a csütörtöki ülésen tudomásul vették a Szerb Királyság megújhodási mozgalom tagjai által benyújtott lemondásokat. Nenád Tomásevics lemondott a községi képviselőtestület alelnöki posztjáról, míg Irina Korenoj Vrácsarics a törvényhozó testület titkárhelyettesi posztjáról. A közvélemény láthatta az elmúlt napokban, hogy kicsit felpesdült a politikai élet itt Óbecsén is, ugyanis minden szinten a Szerb Haladó Párt szakította az eddigi koalíciós partnerével a királyság megújhódási mozgalommal, az úgynevezett POKS-szal. Ennek eredményeképpen a POKS két képviselője lemondott az eddig betöltött tisztségéről, magiszter Nenad Tomásevics és a községi képviselőtestület alelnöki helyéről mondott le, elnökhelyettesi helyéről, illetve Korenoj Vrácsarics Irina a KKT titkárhelyettesi pozíciójáról mondott le. Ugyanezen az ülésen törvényi és ügyrendi blokkok miatt nem tudtuk kinevezni a következőket, illetve akik ezután fogják betölteni ezeket a pozíciókat, így az marad, hogy a következő KKT-n, ami valószínű, hogy az ismert helyzetre való tekintettel nagyon gyorsan be fog következni, kinevezzük a KKT elnök helyettesét, illetve a KKT titkárát azzal, hogy a titkárhelyettesét, bocsánat. A helyi parlament következő ülésén az egyik képviselőt kinevezik a KKT alelnökévé, mondta Kis, hozzátéve, hogy a titkárhelyettesnek nem kell tanácsnoknak lennie, viszont a szakmáját tekintve jogász végzettséggel kell rendelkeznie. Elfogadták azt a határozati javaslatot is, amely megduplázza az első szülött gyermek után járó egyszeri pénzbeli térítés összegét, ugyanis Óbecse község költségvetésében 2 millió dinárt különítettek el ezekre a célokra, vagyis mostantól 20 ezer dinár lesz a díj. Az állami támogatás mellett a helyi önkormányzatoknak jogukban áll és saját intézkedései vannak a natalitás ösztönzésére, illetve pénzbelileg is támogathatják a gyermekes családokat. Óbecse község elnöki kabinetjének demográfiáért, népességpolitikáért és szociális ügyekért felelős részlegének javaslatára 8 év után változik az első gyermek után járó egyszeri pénzbeli támogatás összege, amely duplázódik, az eddigi 1 millió dinár helyett 2023-ban 2 millióra emelkedett, hiszen fontos ösztönözni a születést és erősíteni a család intézményét. Nekünk, mint döntéshozóknak, kötelességünk biztosítani a közvetlen ösztönzőket a családok számára. Így évről évre növeljük a támogatási összeget a pronatalitás politika intézkedéseihez. A tanácsnokok többek között határozati javaslatot fogadtak el a bácsföldvári körforgalom részletes szabályozására vonatkozó terv kidolgozásáról, valamint határozatot fogadtak el ellenőr felvételéről a 2022-es községi költségvetés zárszámadásának külső ellenőrzésére.